1872-től kezdődően egészen 1956-ig volt bírósági ítélkezés Balatonfüreden. A magyar közigazgatás és jogszolgáltatás 1869-től indult meg. Mindössze 3 év múlva 300 másik járási bírósággal együtt a füredi is létrejött. Székházuk nem lévén a református egyházközségtől kaptak helyet a mostani óvárosi óvoda épületében. 1908-ban járási székhelyé emelkedett Füred, 1913-ban pedig a telekkönyv is ide került. Érdekesség, hogy az új bírósági épület az óvárosi óvodával szemben áll, mintegy demonstrálva a füredi igazságszolgáltatás múltját és jelenét. A korszerű bírósági épületet július 11-én avatták fel hivatalosan. Az épületnek helyet adó ingatlant a füredi önkormányzat ingyenesen adta át a magyar államnak, és az önkormányzat Varga Tamás Ibüldíjas DLA építésszel készítette el a terveket. A kiemelt kormányzati beruházást a veszprémi székhelyű Weber Kft. Bő egy év alatt valósította meg. A több mint 750 négyzetméteres emeletes épületben 2 tárgyalóterem, 1 mediációs szoba és 12 irodahelyiség van. Ezek bírói szobák, leírói és lajstrom irodák, valamint ügyvédi, ügyészi várók. Az épület magában foglal egy őrizetes helyiséget is, ami a legmagasabb biztonsági követelményekkel kielégítve lehetővé teszi a fogvatartottak előállítását is. Csoportvezető irányításával 6 igazságügyi alkalmazott dolgozik az épületben, ami az elérhető legmagasabb értékű homlokzati hőszigetelést kapta. Fűtéséről egy hőszivattyús rendszer gondoskodik, a tetején pedig napelemeket helyeztek el. Így jelenleg ez az ország legalacsonyabb költségigényű és ökológiai lábnyomú bírósági épülete. A homlokzatot latin jogi mondások díszítik, a földszinten pedig a Balatonfüredi Királyi Járásbíróság múltját bemutató állandó kiállítást helyezték el. Az épület csaknem 1 milliárd forintból készült el. A Balatonfüredi önkormányzattal mindvégig kiváló együttműködésben voltunk. A város önkormányzata az államnak felajánlotta az építési telket, az állam pedig a törvényszék vagyonkezelésébe adta. A beruházást maga az Országos Bírósági Hivatal irányította, a törvényszék építetőként vett részt a kialakításban. Egyébként a beruházás során mindvégig számíthattunk az önkormányzat együttműködő támogatására. Az avató ünnepségen minden jelentős államhatalmi ág képviseltette magát. Bóka István polgármester beszédében kiemelte, a beruházás városfejlesztési és járásközponti szempontból is jelentős. Az első évben hamar népszerűvé vált a füredi ügyfélsegítő nap, ahol a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek személyesen terjeszthetnek elő kérelmeket, vagy az ügyeikben eljárási felvilágosítást kérhetnek. Eddig több mint 150 ügyfél jogainak érvényesítését segítették elő. A füredi törvénykezési helyen eddig 19 büntető ügyet tárgyaltak, és 325 polgári peres ügyet intéztek.